A nyíregyházi fedettpályás országos bajnokságon végigvezetve magabiztosan nyert 5 kilométeren Helebrant Máté, aki a tervekkel ellentétben nem utazott el másnap a portugáliai edzőtáborba. Ennek oka egy sarokszérülés volt, amely miatt egy hetet teljesen ki kellett hagynia a gyaloglónak, aki egy hét visszafogott felkészülés után indult el a Békéscsabai országos bajnokságon. Így az elsődleges cél az aranyérem megszerzése volt, az időeredmény ezúttal másodlagos volt a háromszoros olimpikon számára. Ehhez képest Pokrovenszky József tanítványa a nem túl népes mezőnyben egyéni csúcsát jócsán megjavítva szerezte meg az aranyérmet. Sokkal nehezebb ilyen kis mezőnyben versenyezni. Az első kilométertől kezdve az utolsó kilométerig teljesen egyedül mentem. Ilyenkor saját magamnak kell diktálni az iramot, nincs aki motiváljon, nincs aki húzzon, és így sokkal nehezebb versenyezni. De olyan jó erőben voltam, hogy így is az utolsó méterekig nagyon erős voltam, és már az utolsó pár kilométeren láttam, hogy meglehet az egyéni csúcs, ez még nagyobb erőt adott, és így sikerült egy 17 másodperces egyéni csúcsot gyalogolnom. Máténak 20 kilométeren ez volt a 11. magyar bajnoki címe. 50 kilométeren is van két aranyérme, azonban ezek már nem gyarapodhatnak, mivel ettől az évtől kezdve 35 kilométer a leghosszabb táv. A jövő hónap végén a szlovákiai Dudincében már ezen a távon áll rajthoz a nyíregyházi atléta. Az lesz a fontosabbik verseny, mivel mi most már arra az új távra készülünk, a 35 kilométerre. Az már kvalifikációverseny lesz az idei müncheni Európa-bajnokságra. Itthon fogunk addig készülni, még egy bő hónap van addig a versenyig. Most szerencsére már teljesen 100%-os állapotban vagyok, nem vagyok sérült, és itthon próbálunk majd felkészülni erre a szlovákiai versenyre. Bízom majdnem 20 év tapasztalatomban, illetve abban, hogy utánpótlás koromban már versenyeztem ezen a távon, és akkor nagyon szerettem, országos csúcsot is gyalogoltam, illetve versenyeken azért tudjuk ezt modellezni, tudjuk, hogy körülbelül milyen kilométer átlagot kell majd gyalogolnom a versenyen, és ezt próbáljuk az edzéseken gyakorolni. Az Európa-bajnokság mellett nyáron világbajnokságot is rendeznek az Egyesült Államokban. Mivel azonban a két verseny időben közel van egymáshoz, Máté csak az ebére koncentrál, annál is inkább, mert jövőre ugyanebben az időpontban rendezik majd meg a budapesti világbajnokságot.